Szentendre Kultúrpart 2019 címmel hirdetett ötletpályázatot a Magyar Művészeti Akadémia építészeti tagozata, melynek célja az volt, hogy a Dunaparti Művelődési Házat kinyissa a Dunakorzó és a folyó felé, ha nem is a térbeli valóságban, de legalább a képzelet síkján. A nyár végén, ősz elején hirdeti meg a Magyar Művészeti Akadémia építőművész tagozata a 40 év alatti fiataloknak szóló kreatív pályázatát, aminek az a célja, hogy egy kicsit helyzetbe hozza a fiatal embereket. Hát ez nyilván egy kicsit vicces, mert hogy aki 40 év alatt építész, még fiatalnak számít, azért eléggé hosszú időkről beszélünk, amíg ugye egy építész megérik. Egy nem túl nagy munkával, mondjuk egy maximum egy hetes munkával, inkább egy gondolatnak a kifejtésére koncentráló pályázat ez, mind sem konkrét. Ez egy 5 millió forint összdíjazású pályázat. Nagyon nagy érdeklődés volt, ezt talán a többiek is el fogják mondani, 28 vagy 29 pályamű érkezett. Számos tervpályázaton részt vettünk már, szerintem ez nagyon jó helyszín megmérettetni a fiatal építészeknek is magukat. Ez a hetedik pályázat, amit a tagozat kiír. Az első az egy teljesen elméleti pályázat volt, ez egy infópont volt, szabadon választott helyszín, bárhol az országban meg lehet csinálni. De utána úgy döntött a tagozat, hogy ezeket mindig konkrét helyszínre és konkrét problémára irányítja ezt, hisz hát ha akkor a helyi közösség, az önkormányzat tud ebben valamit kezdeni. Lesznek gondolataik, olyanok, amelyeket tényleg az életükbe eszükbe nem jutott, hogy ilyet lehet csinálni. Alapvetően ugye kellett foglalkozni magával a meglévő épületekkel, ami ebből a művelődési házból, illetve a Vajda Lajos stúdióból állt, magával az udvarral, amit ugye ez az épület, U alakú épület együttes körbezár, illetve a Dunaparttal is. Szentendre eleve egy ilyen kultúrközeg, ami szerintem nagyon hálás feladat volt, vagy ilyen szempontból nagyon hálás volt ez a szituáció. Az meg nehézség volt benne, hogy egy olyan épületről beszélünk, ami az itteni lakosokat szolgálja ki. A partmenti szakasz viszont az ide látogatókat, és hogy ezt valahogy ötvözni, illetve megtalálni a léptéket, mert azért ez három műemléképület, és hogy ennek egy olyan léptéket keresni, ami nem tolakodó. Nem szakmaiként nagyon tanulságos volt, és nagyon érdekes volt jelen lenni. Ugye az volt, hogy körbe voltak rakva a terembe a pályaművek, és akkor mindenki titokba írta, hogy magának, hogy első körbe, hogy igen, nem. Érdekes volt, hogy én nagyjából ugyanazokat lőttem ki, mint a szakmabeliek. Ők meg mindig kíváncsiak voltak az outsider véleményére, és nagyon érdekes volt és izgalmas, ahogy ilyen nagy tudású emberek erről a építészetről beszélnek, mert azt gondolnánk, hogy ez sima műszaki történet, de nem, mert ez költészet is egyben. Maga a kultúrház egy meglévő és védett épület, tehát ott nyilván nagyon sok mindent, nagy átalakításokat nem illik és nem is lehet, és ezt a pályázók is így gondolták, nem lehet csinálni. Míg a Duna egy szabad terület, hogy oda milyen úszóművet talál ki valaki, hogy oda egy lelátót talál ki, vagy egy úszó zenepavilont, ez egy ötlet. Úgyhogy ezt a kettősséget, a kötöttséget és a szabadságot, az alázatot és a teremtő akaratot próbáltuk megkifejezni ebből a pályázattal. Az volt a kiírásban, hogy szeretnék az épületet kiterjeszteni teljesen a Dunáig. Maga itt a stég olyan, amik tutajokból állnak, és a tutajokkal lehet ide jutni. Ez egy mozgó létesítmény, a Dunán bárhol tudja közvetíteni a kultúrháznak a szerepét. Szerettünk volna nem csak az épület átalakításával, hanem ténylegesen a Dunaparttal foglalkozni. Elhelyeztünk egy épületet magára a területre, a telekre, egyet a Szentendrei Dunapartra, illetve egyet a túloldalra is. A művelődési ház előtt kialakított közösségi helyszín alkalmas programok, illetve események
lebonyolítására, valamint illeszkedik a meglévő épületek adottságaihoz. Hát nekünk, mint kezdőépítészeknek szerintem így ez az ötletpályázat inkább a saját magunk, tehát egy kísérletezés, hol vagyunk mi, tehát hogy ilyen útkeresés egyelőre, szóval nem feltétlenül, nyilván tök jó lenne, hogyha megvalósulna, de nekünk az is elég, hogy egy ötletpályázaton elindulhatunk, és hát szerintünk egy szép eredményt elértünk.